Oké, a feladatom az volt, hogy vágjak egy négyszögletes lukat, azaz téglalap alakút ebbe a gitárba, és utána csináljak egy fából egy dugót, amelyikkel ezt be dugom és bele szépen bele illesztem, hogy kísérje a gitárnak a vonalait, mert ugye nem egyenes, hanem itt ilyen fél kör alakú lesz a gitár, úgyhogy ez volt a feladat, amit hát egy ilyen gitárjavító műhelyben könnyebben meg lehetne csinálni, vagy a csoda tudja, de hát én ezt megcsináltam. Úgyhogy marógépen kimartam, először csináltam egy ilyen kis valamit, amire rászereltem, hogy meg tudjam fogni, nehogy elszaladjon tőlem a marógépen, úgyhogy ez így sikerült is. Most majd megmutatom beleillesztve ezt a dugót. Hát folytatódik a gitárjavítás. Benne van minden, aminek benne kell, hogy legyen. Azt a fekete, ezeket a fekete mágnesokat kell még ide beledolgozni. Ide kell még egy nyílást csinálni, hogy ezek a mágnesok belemenjenek fekve. De valahogy nem stimmel, mert ezek a mágnesok széjjelébb vannak, mint a húron levő irányítók, itt a hátul. Szóval nem tudom, hogy majd lehet, hogy ezt kell egy újat csinálni, hogy az egész széjjelébb menjen, mert nem pont fölötte mennek el a húrok. Hát majd ezt meg kell beszélnünk a főnökkel, én csak azt csinálom, amit mondanak. Úgyhogy én különben nem tudok semmi mást a gitárgyártásról. Na, így állunk. Oké. Okay.